van még, mielőtt jön a mar. Ébredni kell, de sötét marad. A veszélyben a házad, de mit tovább lázad. Ha az utolsó balatot három napja látod. Lázad, 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 lázad. Ha egy fogom kívülen, de legkészes a vágyad. Ha egy utolsó. Ha ő nincs az első kirakorlatásnál, és megváltozságoktól esik ott állat, rázad, 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 hogy a kormány és az országgyűlés a magyar emberek érdekeit tartják szem előtt a bankok érdekeivel szemben. Követeljük a végrehajtások és kirakoltatások azonnali leállítását. Követeljük a devizahitelek teljes feltörlését. Követeljük az átvert emberek kártalanítását. Követeljük a végrehajtások és kilakoltatások azonnali leállítását. Ott áll a lakás, és ott van egy Fény utca 4, látod a való világ. Dicsőséges magyar. Dicsőséges nagy urak, hát... Hozom egy te. Viszkete úgy egy kicsit. A nyakatok. Új divatú nyakra való készülő számotokra. Nem cifra, de... Jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába. Rimánkodott a szegény néps hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s fogát, körmét, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok, kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája, ezzel évig hisznak rajtunk az urak, most rajtok, a mi kutyáink hízzanak, vasvillával velük aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre, hanem mégse! Elhagyjuk, legyünk jobbak, nemesebbek, ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében minden ható kezével fejeinkre örök áldást tetéz. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezük. Nyújtsátok a kezetek. Legyünk szemei minnyájan egy lánc.
szüksége van mindnyájunkra hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek. Az Úristen kegyelme szerint. Köszönöm szépen!